Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a tőle. Kedves Bispök Atya, szeretettel köszöntünk a Margit templomban. Nekem jutott az a feladat, hogy a Miklós Atya helyett, aki éppen most karanténban van, köszöntselek, és köszöntsem a Szentelendőt, aki ugye innen a Margit templomból indult annó. Köszöntöm a kedves híveket, és imádkozzunk a Szentelendőért. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki együtt ünnepel ma velünk itt a Szent Margit templomba László testvérünk diákonussá szentelésén. Azt kérdeztem tőle a sekrestjében, hogy izgulsz. Azt mondta, hogy igen. Tőletek meg azt kérdezem, hogy örültök? Én is nagyon örülök, és szeretném, ha ez az öröm teljessé lenne bennünk. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úr Jézus Krisztust. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vedessen minket az örök életre. Mindenható irgalmas Isten, a te kegyelmed műve, hogy híveid méltóképpen és tetszésed szerint szolgálnak neked. Hadd kérünk, hogy minden akadályt legyőzve, elnyerjük a megígért boldogságot, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Ez idő tájt, hogy a tanítványok száma egyre nőtt, zúgolódás támadt a görögök között a zsidók ellen, hogy a mindennapi alazsmizsnaosztáskor az ő özvegyeiket háttérbe szorítják. Ezért a 12 összehívta a tanítványokat. Nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk az Isten szavát, s az asztal szolgálatát lássuk el. Testvérek, ezért szemeljetek ki magatok közül 7 jó hírben álló, lélekben eltelt bölcs férfit. Ezeket megbízzuk a munka irányításával, mi meg majd az imádságnak és az ige szolgálatának szenteljük magunkat. Tetszett a javaslat az egész közösségnek, és kiválasztották Istvánt,
ezt a hittel és szent lélekkel eltelt férfit, aztán Fülöpöt és Prohóruszt, Nikánort és Timont, Parmenászt és Miklóst, az antiókiai jövevényt. Az apostolok elé állították őket, azok imádkoztak és rájuk tették kezüket. Az Úr szava terjedt úgy, hogy a tanítványok száma igen megnőtt Jeruzsálemben, még a papok közül is tömegesen hódoltak a hitnek. Ez az Isten igéje. Legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Bizony-bizony mondom nektek, ha a földbe hullott gabonaszem meg nem hal, egymaga marad, de ha meghal, sok termést hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, és aki gyűlöli életét ezen a világon, megőrzi azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Azt, aki szolgál nekem, meg fogja tisztelni az Atya. Ezek az evangélium igéi. Lépjen elő, aki a szerpappá szentelésben kíván részesülni. Kővári László. Főtisztelendő Atya, az Anya Szent Egyház kéri, hogy szenteld föl ezt a testvérünket a felelősség teljes szerpapi szolgálatra. Méltónak tartod őt? A keresztény nép megkérdezése és az illetékesek véleménye alapján tanúsítom, hogy méltónak találtatott. Az Úristen és üdvözítőnk Jézus Krisztus segítségével kiválasztjuk ezt a testvérünket a szerpapság rendjére. Istennek legyen hála. Lehet, hogy rosszul számoltam, nekem 11 szalézi szentet sikerült összeszámolnom. Lehet, hogy sokkal több van, de az a forrás, amit én néztem, 11-et tüntetett fel, és így egymás mellett voltak Don Boszkó Szent Jánostól egészen napjainkig, úgy minden sorban 3 volt. Az utolsó sorban 2 volt. És mondtam, hogy hát ott a helye a Lacinak. Úgyhogy a 12. lehet, ha be nem előz valamelyik szalézi szerzetes az életszentségével,
De az se baj, hogyha a 13., 14., 15. helyre csúszol, csak legyél szent. Ez a hivatásunk. Teljes életet kell élnünk. Papként, szerzetesként, püspökként, világi hívőként. Teljes életet a szentek éltek. A többiek csak éldegélnek, megpróbálnak valamit, de ők a legnagyobbat, a legteljesebbet választották, azt célozták meg, és nem engedték el a célt, az irányt. A hivatásod, diákonusként is, az életszentség, hogy teljesen megdicsőjön benned a mennyei Atya, aki végtelenül szeret. Már sokat imádkoztál, már sokszor voltál kapcsolatban vele, de ezzel a szeretettel nem lehet betelni. Ismered Istent, de még jobban kell ismerned a mennyei Atyát, az ő szeretetét, az Úr Jézust és az ő szeretetét, a Szent Lelket és az ő szeretetét. Ahhoz, hogy szentté válhass, az ima művészetét kell elsajátítanod. Ima nélkül senki nem lesz szent, mert az életszentség meghalad bennünket. Messze több, mint amik mi magunk vagyunk. De aki imádkozik, és egyre mélyebb jelenlétbe kerül azzal, aki az örök jelen, azon átragyog Isten jelenléte, átragyog Isten dicsősége, átragyog Isten szeretete, és ez még a szenvedések között is látszik. Legyél az ima embere. Jézus azt kéri, hogy szüntelenül imádkozzatok, és soha ne fáradjatok bele. Égjen benned a vágy egy sokkal mélyebb, sokkal teljesebb kapcsolatra az Úr Jézus Krisztussal, a mennyi Atyával és a Szent Lélekkel. És hogyha az ima embere leszel, és átragyog rajtad Isten szépsége, Isten jósága, Isten szelídsége, Isten irgalma és szeretete, akkor a szeretet embere leszel. Különösen azok felé, akiknek az élete megtört, akiknek az élete sebzett, akiknek nélkülözni kell a szeretetet, akik peremre szorultak, akiket leselejtezett a társadalom, a szegények, a nincstelenek, a betegek, a szenvedők felé. Küldetésed van, hogy azt a mély kapcsolat, abból a mély imádságos kapcsolatból fakadó irgalmat és szeretetet áraszt ki. Áraszt ki a testvéreidre, a rendtagokra, a diákokra, és különös érzékenységgel azokra, akik szenvednek. Legyél az irgalmas Jézus megtestesítője ott, ahol élsz. És akkor megdicsül benned az Isten. Akkor látják a tetteidet, és nem téged fognak dicsérni, hanem dicsőíteni fogják a mennyei Atyát. És elhiszik, hogy mennyire szereti őket az Isten. Ezt nem mondani kell először, hanem megélni. Szeresd nagyon a rád bízottakat, szeresd nagyon a szenvedőket, a betegeket, a megtörteket, a nélkülözőket. Mutasd meg, hogy Isten országa, Isten szeretet uralma elérkezett, és te ennek tanúja vagy. Nem kell egyedül végezned ezt. Az egyház Krisztus titokzatos teste, és ebben a testben
Egymásra utaltak a tagok. Mindenki rá van utalva a főre, Krisztusra és a test többi tagjára. És a szeretet magas foka az, amikor megéljük az egymásra utaltságot, amikor számítunk a másikra, és számíthat ránk a másik. A szentek számítanak rád, a szalézi szentek is, és te is számíts az ő segítségükre, az ő szeretetükre, az ő imájukra. Egy testben vagyunk velük. Köszönöm, hogy elfogadtad a hívást. Köszönöm, hogy válaszoltál, válaszolsz erre a hívásra. És köszönöm, hogy hűséges akarsz maradni, mint halálig. Segítsen ebben téged a Jóisten kegyelme, és segítsenek a testvéreid. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Kedves testvéreim, ez a fiunk, akihez titeket rokoni vagy baráti kapcsolat fűz, most előlép a szerpapok rendjébe. Fontoljátok meg, hogy ez mi magasztos szolgálatot jelent. A Szentlélek ajándékával megerősítve segíti majd a püspököt és papságát, az ige, az oltár és a jótékonyság szolgálatában mindenki iránt szeretetet tanúsítva. Az oltár szolgája lesz, hirdeti az evangéliumot, előkészíti az áldozati adományokat, és részesíti a híveket az Úr testében és vérében. Ezen kívül az ő feladata lesz, hogy a püspök megbízása alapján erkölcsi buzdításban és hitoktatásban részesítse mind a hívőket, mind a nem hívőket, vezesse a közös imádságot, kereszteljen, jelenlétével szentesítse és áldja meg a házasságkötést, szent útra való vallásra el a haldoklókat, és végezze a temetési szertartást. Az apostoloktól ránk hagyományozott kézrátétel által, Istennek szentelve és szorosabban az oltárhoz kapcsolódva, szeretett szolgálatot is végez majd a püspök, az előjáró vagy a helyi lelki pásztor nevében. Mindezt Isten segítségével úgy végezze, hogy felismerjék benne annak a Krisztusnak igaz tanítványait, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. Neked pedig szerpappá szentelendő kedves fiam, a mi Urunk adott példát, hogy amiképpen ő cselekedett, úgy cselekedj te is. Mint szerpap tehát, vagyis annak a Jézus Krisztusnak szolgája, aki maga is, mint egy szolgaként mutatkozott tanítványai körében, szeretetből teljesítsd Isten akaratát, és örömmel szolgálj embertársaidnak, akár csak az Úrnak. Mivel pedig senki két Úrnak nem szolgálhat, tekints minden tisztátalanságot és minden anyagiasságot a hamis Istenek szolgálatának. Te, aki most szabadon vállalod a szerpapságot, kell, hogy a Szentlélekkel és bölcsességgel eltelt igazi tanúságtevő férfi legyél, miként azok, akiket egykor az apostolok a szeretet szolgálatára kiválasztottak. Szolgálatodat nőtlenségben fogod gyakorolni. Legyél tudatában annak, hogy nőtlenséged a lelkipásztori szeretetnek jele és ösztönzője, és egyúttal a világban végzett szolgálatod hatékonyságának a forrása. Ha ugyanis őszinte szeretet hozott téged Krisztus Urunkhoz, és ebben az állapotban teljes odaadással élsz majd, akkor osztatlan szívvel, könnyebben és szabadabban tudsz Krisztushoz ragaszkodni, Isten és embertársaid szolgálatára állni, és készségesebben tudsz a lelki újjászületés munkájában tevékenykedni.
Hitben megalapozva és meggyökerezve legyél Isten és az emberek előtt fedhetetlen és ragyogóan tiszta életű, ahogy Krisztus szolgájához és Isten titkainak közvetítőihez illik. Ne hagyd, hogy bármi is eltérítsen téged az evangéliumi reménységtől, amelyet nem csak hallgatnod, hanem hirdetned is kell. A hit szent titkát tiszta lelkiismerettel őrizd. Isten igéjéről, amelyet ajkat hirdet, életed példája is tanúskodjék. Így lesz a keresztény nép a Szentlélek kegyelme által tiszta áldozati adomány, amelyet Isten kedvesen fogad, te pedig az utolsó napon Urunk színe előtt megjelenve hallod majd szavát: jól van, derék és hű szolgám, menj be Urad örömébe. Kedves fiam, mielőtt a szerpapság rendjébe lépnél, a nép színe előtt nyilatkoznod kell, milyen szándékkal vállalod ezt a tisztséget. Akarod-e, hogy kézrátételem és a Szentlélek ajándéka által az egyház szolgálatára felszenteljelek téged? Akarod-e a szerpapi szolgálatot a papi rend segítségére és a keresztény nép javára alázatos szeretettel gyakorolni? Akarod-e a hit szent titkát az apostol szava szerint tiszta lelkiismerettel őrizni, és ezt a hitet szóval és cselekedettel hirdetni az evangélium és az egyházi hagyomány szerint? Annak jeléül, hogy magadat egészen Krisztus Urunknak szenteled, akarod-e a mennyek országáért vállalt cölibátust Isten és az emberek szolgálatában mindörökké megtartani? Akarod-e őrizni és gyarapítani magadban az imádságos lelkületet, amely hivatásoddal együtt jár, és ebben a szellemben hűségesen és életkörülményednek megfelelően imádkozni a Zsolozsmát, az egyházért és az egész világért? Akarod-e példás élettel szüntelenül Krisztust követni, akinek testét és vérét az oltáron érinted, és a híveknek nyújtod? Akarom, Isten segítségével. Ígérszed tiszteletet és engedelmességet nekem és előjáróidnak. Ígérek. Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett benned. Amen. Most imádkozzunk, kedves testvéreim, Istenhez, a mindenható Atyához, hogy szolgájára, akit a szerpapság szent rendjébe kegyesen felvesz, árassza ki áldásának kegyelmét. Boruljunk térdre! Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Szűz Mária, Isten anyja, könyörögj értünk! Szent Mihály főangyal, könyörögj értünk! Szent Gábor főangyal, könyörögj értünk! Mindnyájan szent angyalok, könyörögjetek értünk! Keresztelő szent János,
Szent József, Szent Péter és Pál apostolok, könyörögjetek értünk. Szent András apostol, könyörög értünk. Szent Tamás apostol, könyörög. Szent János és Jakab apostolok, könyörögjetek értünk. Mindnyájan szent apostolok és evangélisták, könyörögjetek értünk. Szent Mária Magdolna, mindnyájan az Úr tanítványai, Szent István vértanú, Szent Lőrinc vértanú, Szent Perpétua és Felicitás vértanúk, Szent Ágnes vértanú, Antiohiai Szent Ignác vértanú, Szent Tarcicius vértanú, Verszília Szent Alajos és Karavárió Szent Kallixtus, könyörögjetek értünk. Boldog a Por Vilmos vértanú, mindnyájan szent vértanúk, könyörögjetek értünk. Szent Ágoston püspök, Szent Atanász püspök, Szent Vazul püspök, Szent Márton püspök, Szent Ciril és Metód püspökök, Szent Benedek apát, Szent Bernát apát, Szent Ferenc és Domonkos, Loyolai Szent Ignác, Szalézi Szent Ferenc, Páli Szent Vince, Xavéri Szent Ferenc, Viannai Szent János, Boszkó Szent János, Kafasszó Szent József, Szénai Szent Katalin, Avilai Szent Teréz, Liziői Szent Teréz, Szent Második János Pál pápa, Mazzarello Szent Mária Dominika, Szávio Szent Domonkos, Boldog Laura Vikunya, Boldog Rua Mihály, Boldog Rinaldi Fülöp, Boldog Sándor István vértanú, könyörög értünk. A szalézi család összes szentjei, Szent István király, Szent László király, Szent Imre herceg, Árpádházi Szent Margit, Istennek minden szentjei, légy irgalmas hozzánk, ments meg, Uram, minket minden gonosztól, ments meg, Uram, minket minden bűntől, ments meg, Uram, minket
az örök haláltól. Ments meg, Uram, miinket, megtestesülésed által. Ments meg, Uram, miinket, halálod és feltámadásod által. Ments meg, Uram, miinket, szent lelked kiáradása által. Ments meg, Uram, miinket, mi bűnösök, kérünk téged, hallgass meg, hogy szent egyházadat kormányozd és megerősítsd. Kérünk téged, hallgass meg, hogy a római pápát és az egész papi rendet a szent vallásban megtartsd. Kérünk téged, hallgass meg, hogy e kiválasztottadat megáld. Kérünk téged, hallgass meg, hogy a kiválasztottadat megáld és megszenteld. Kérünk téged, hallgass meg, hogy a kiválasztottat megáld és megszenteld és felszenteld. Kérünk téged, hallgass meg, hogy a világ minden békének békességet és igaz egyetértést adj. Kérünk téged, hallgass meg, hogy a különböző megpróbáltatásokban szenvedőknek irgalmadat megmutasd. Kérünk téged, hallgass meg, hogy minket szent szolgálatodban megerősíts és megtarts. Kérünk téged, hallgass meg, Jézus az élő Isten fia, kérünk téged, hallgass meg, Krisztus, hallgass minket, Krisztus, hallgass meg minket, Krisztus, hallgass meg minket, Krisztus, hallgass meg minket. Mi Urunk Istenünk, hallgass meg kegyesen kérésünket, hogy amit püspöki tisztségünk szerint végzünk, azt kegyelmet segítsége kísérje, és akit meggyőződésünk alapján a szent szolgálatra ajánlunk, szentelje meg a te áldásod, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Álljatok fel! Állj mellettünk, mindenható Istenünk, te minden kegyelem forrása, ki a tisztségeket szétosztod, s kijelölsz minden munkakört. Míg megújítod a mindenséget, magad változatlan maradsz, és örök gondviseléseddel elrendezel mindent. A te higéd, hatalmad és bölcsességed, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Te előkészítesz mindent, és minden egyes korszaknak megadod, ami annak megfelel.
Szent templomod nagyobbodására bőkezően növeled és gyarapítod fiat titokzatos testét, az egyházat, mely megoszlik ugyan a kapott égi kegyelmek mértéke szerint, de tagjai a különbség ellenére a Szent Lélek által mégis csodálatos egységbe fornak. A szent teendők ellátására a szolgálattevőknek hármas fokozatát alapítottad, hogy szolgáljanak néked, mint ahogy egykoron kiválasztottad Lévi fiait a szent sátor szolgálatára. Így egyházad kezdetekor fiad apostolai a Szent Lélektől vezetve kiválasztottak 7 fedhetetlen férfiút, hogy minden napi szolgálatukban segítségükre legyenek, ők pedig ezáltal még inkább az imádságnak és az iga hirdetésnek szentelhessék magukat. E kiválasztott férfiakra imádság és kézrátétel által az asztal szolgálatot bízták. Nézz kegyesen, Istenünk, e szolgádra, aki majd szent oltárodnál szolgál, és aki alázattal a szerpapi tisztségre szentelünk. Küldd erre a szent lelket, kérünk, Istenünk, hogy 7-szeres kegyelmi ajándékod által a szolgálat hűséges végzésére erőt nyerjen. Az evangéliumi erények gazdagsága töltse el őt a tettetés nélkül való szeretet, a betegekkel és a szegényekkel való törődés, a mértéktartó tekintély, az ártatlan tisztaság, s a lelki ember fegyelme. A te parancsait tündököljenek minden tettében, hogy élete példájával szent népedet követésre serkentse, a lelkiismeret szavát nagyra becsülve tartson ki szilárdan és álhatatosan Krisztus mellett. Ki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és fiadat követve a földön méltó legyen vele együtt uralkodni a mennyben, ki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Követünk téged, segíts meg!
Vedd Krisztus evangéliumát, amelynek hirdetője lettél. Ügyelj arra, hogy amit olvasol, azt hidd, amit hiszel, taníts, és amit tanítasz, kövesd is. Békesség veled! Testvéreim, Boszkó Szent Jánosnak, az ifjúság atyának és tanítómesterének ünnepén forduljunk bizalommal mennyei atyánkhoz, hogy hallgassa meg könyörgő szavunkat. Szentséges atyánk, add, hogy püspökeink és rendi elöljáróink hivatásuk meggyőző erejével hirdessék az evangélium igazságát. Add, hogy az ünneplő közösségünk jobb világot teremtő fáradozásait őszinte és nagylelkű szeretet vezesse. Hogy a szalésziak és a segítő szűzmáriai leányai, miközben Boszkó Szent Jánost követik, és életüket egészen az ifjúság szolgálatának szentelik, sikerrel alakítsák ki növendékeikben Krisztus képmását. Hogy hálát adva az előttünk élt szalézia rendtársakért, kövessük mi is az ő hivatásukat, és hazánkhoz megélt hűségüket. Kérünk téged, hogy elhunyt rendtársaink és jótevőink Krisztus kegyelméből már most együtt ünnepelhessenek az üdvösség örömében rendalapító atyánkkal és a szalézi család összes szentjével. Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk, irgalmas Istenünk, Boszkó Szent János, nemes szívvel áldoztad meg, add meg nekünk is, hogy szent lelked vezetésével minden nap megvalósítsuk, amit könyörögve kérünk, Krisztus, ami Urunk által. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, legyen kedves előtted ez a tiszta áldozat, és árassza ránk bőven szent irgalmadat, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Te ő benne akartál megújítani mindent, és gazdagságából nekünk is részt adtál, mert Isten létére kiüresítette önmagát, és a kereszten kiontott vér árán mindenkinek békét szerzett. Majd fölmagasztalva minden más fölé, örök üdvössége lett azoknak, akik őt Uruknak vallják. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget, himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, mindenségnek Ura Istenem, a mennyben, a hirdetik a te dicsőséget. Hozsanna, hozsanna, hozsanna fenn a magasségben. Hozsanna, hozsanna, hozsanna fenn a magasségben. Áldott ki ő az Úr nevében. Hosanna, hosanna fenn a magas égben, hosanna, hosanna, hosanna fenn a magas égben.
valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatig. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Kérünk Istenünk, hogy
gyengeszerű áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgálat Ferenc pápánkat és László püspökünket, és szolgálat, akit ma az egyház szentpapjává rendeltél, a püspökünk testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házadéknek kéréseit, hiszen te akartad, hogy színedre járjunk. Túlságos atyánk, múl magadhoz irgalmasan a világon szétszorulott, valamennyi gyermeket. Elhúj testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országokba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által. Ezért bizalommal így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondott el apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében. Add meg teljes egységét, aki ölsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a teremtőben. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond,
és meggyógyul az én lelkem. Könyörögjünk,
Kérünk, Istenünk, működjék bennünk egyre hatékonyabban kegyelmed, és a mennyei szentség ereje jóságodból tegyen alkalmassá arra, hogy elnyerjük ígéreteidet, Krisztus, a mi Urunk által. Excellenciás és főtisztelendő püspök atya, fogadja a szalézi tartomány főnök atya hála nyilvánítását azért, hogy elvállalta ezt a diakonus szentelést. Sajnos tartomány főnök úr betegsége miatt most nem tud részt venni ezen a fontos eseményen, ezért engem a tartományi vikáriust bízott meg a köszöntés és köszönet nyilvánítás tolmácsolásával. Amikor néhány héttel ezelőtt itt járt ő a tartományi titkárral, a szentelendő Kővári Laci bácsival és dr. Rumsza úr Miklós plébános úrral előkészíteni a szentelés körülményeit, kiemelkedő esemény volt, hogy püspök atya tudta őket fogadni. A szíveies beszélgetés közben előkerült, hogy Kővári Laci bácsit ezer szál főzi Kaposvárhoz, és hogy püspök atya lelki iránymutatása mennyire fontos volt kaposvári közössége és személyes élete számára is. A diakonatásra jellemző szolgáló lelkület Laci bácsi életét végig kísérte, hiszen évtizedek óta a szegény, elhagyottott, főként szakmunkás ifjak fölemelkedését tűzte zászlójára, először még szalézi kereteken kívül, aztán munkatársként, majd szalézi szerzetesként cselekedte ezt. Szerpappá válni szolgálatot jelent, ahogyan azt Jézus valósította meg, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. Ezt a szemléletmódot megvilágítja a Kaposváron különös erővel jelenlévő eukarisztikus szolgálat. Így a rendszeres szentségimádások, az eukarisztikus lelkület, amely az Úrba helyezi bizalmát és belőle merít erőt a vírusjárvány embert próbáló időszakában is. A szentelés Kaposvár főtemplomában, a Nagy Boldogasszony Székesegyházban volna, ha nem volna átépítés alatt. Mi, szalíziak, különös módon kötődünk égi édesanyjánkhoz. Don Bosco azt mondta, szeressétek, tiszteljétek, szolgáljatok Máriát. Szalézi lelkiségünk megnyilvánul segítőszűz Mária oltalmának kérésében is, aki fiait az íme az Úr szolgáló leánya szellemében vezeti el Szent Fiának eukarisztikus és a fiatalokban jelenlévő szolgálatához. Excellenciás püspök atya, köszönjük még egyszer a készségét, hogy elvállalta ezt a szentelést, kívánjuk önre és egyházmegyéjére az Úr különleges áldását. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ha ő Laci bácsi, akkor én is az vagyok. Majdnem egy idősek vagyunk. Úgyhogy ez a Laci bácsi hálásan köszöni, hogy felszentelhette azt a Laci bácsit, és hálásan köszönöm a tartomány főnök úrnak az üdvözletét. Adjátok át neki, hogy imádkozom a mielőbbi gyógyulásáért. Nagyon örülök, hogy ez a szentelés, akkor, amikor még beszélgettünk a püspökségen, akkor még nem indult el, de a héten teljesült egy vágyam,
Az a vágyam, hogy minden az imádásból és az imából fakadjon az egész egyház megyébe. És elindítottuk a püspökség épületében, a kápolnában a jubiláte imádságházát. Az a vágyam, hogy minden, a hét minden napján 24 órán keresztül menjen az ima a püspökért, a munkatársaiért, a papjaiért, a diákonusokért, a hitoktatókért, hogy minden ebből a forrásból áradjon erre az egyházmegyére. Egyelőre csak azt tudtuk elindítani, hogy minden munkanapon 8 órától délután 4 óráig megy a folyamatos ima és imádás a kápolnában. De ez egy kis patak, ami majd folyammá fog dagadni. Ez a reményem. És ezt kérem a kedves szalézi testvérektől, hogy imádkozzatok azért, hogy a jubileáte imádságháza az be tudja tölteni a 24 órás folyamatos imát és imádást itt a város szívében, illetve az egyházmegye szívében. Ez a fizetség azért, amért felszenteltem a Laci bácsit. Más nem kérek, csak ennyit. Örülök, hogy a régi csapat, a Szent Maradék összeállt, és szolgált zenével ezen a szentelésen. Jó Isten áldjon meg benneteket ezért a szolgálatért is, és mindenért. Nagyon ügyes volt az asszisztencia, senki nem állt a helyemre. Úgyhogy minden jól működött. Örülök az ünnepnek, és kívánok áldott folytatást mindannyiótoknak. Álljatok fel, és úgy fogadjátok az áldást. Az Úr legyen veletek. Legyen áldott az Úr neve. Az Úr a mi segítségünk. Isten, aki egyházában az emberek szolgálatára hívott meg téged, adjon neked apostoli buzgóságot mindenki iránt, kiváltképp a csapásoktól sújtottak és a szegények iránt. Amen. Isten, aki Krisztus evangéliumának hirdetésével bízott meg téged, adja meg neked, hogy az ő igéje szerint élj, mint annak nyílt szívű és lánglelkű tanúja. Isten, aki reád bízta szent titkainak közvetítését, tegyen téged fiának, Jézus Krisztusnak követőjévé, és a világ egységének és békéjének szolgájává. És titeket mindnyájatokat, akik itt együtt vagytok, áldjon meg a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek, küldetésetek van. Istennek legyen hála.